Kedves nézőink, ma már a gazdasági helyzettel kapcsolatban ugye említést tettünk az orosz-ukrán háborúról. Most ezt az orosz-ukrán háborúnak a kitárgyalását folytatjuk Krausz Tamás történésszel. Jó reggelt, szia Tamás! Jó reggelt kívánok, szevasz! Május 9-én a győzelem napját ünnepelte Oroszország. Ezt ez a hangsúlyozottan mondom, hogy Oroszország. Ezzel szeretném kezdeni veled a beszélgetést, de előtte, mielőtt ezt megteszem, kis meglepetésre készültem neked, és a nézőknek is. Tomi, akkor egy picit tudsz mutatni meglepetést? Nem. Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелы в пыли, этот день мы приближали как могли, этот день победы порохом пробах. Это праздник с сединою на висках. Слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Hát Josif Kobzon énekelte Gyeny Pabédi című dalt. Szerintem ez a felvétel olyan 15 éves lehet legalább körülbelül. Azóta meghalt szegény Josif Kobzon. Először azért tisztázzuk, hogy mi május 8-a és mi május 9-e. Csak azért, hogy az európai háború hogy ért véget, mint ért véget. Ez nagyon fontos, mert egy ijesztő propaganda hadjárat zajlik már a győzelem napja ellenében is. És ez fontos kérdés tisztázni, hogy valójában mi történt. A különbség annyi a két nap között, hogy gyakorlatilag kétszer kapitulát adták a náci Németországot, mert Zsukov nem volt jelen az első aláírásnál, jelen volt a másodiknál, melyik éjfél után néhány perccel történt meg, és ezért a Szovjetunióban úgy döntöttek, hogy május 9 legyen, de azt is el tudom képzelni, hogy szerepet játszott, hogy majd a Szovjetunió fogja megmondani igazából, hogy melyik a győzelem igazi napja. Az az ország, amelyik a legnagyobb áldozatokat hozta a győzelemért, tehát el tudom képzelni, dokumentumokkal ezt nem lehet bizonyítani, vagy én legalábbis nem tudom bizonyítani, hogy ez is szempont volt az ünnep nyugat-európai és Szovjetunió, illetve kelet-európai megünneplésében, illetve elfogadásában. Ugye azt tudjuk, hogy 50 millió áldozatról beszélünk a második világháború esetén, és közel 20 millió ember veszített, ha jól tudom, a Szovjetunió. 27. A hivatalos adat 27, amikor Zsukov aláírta ugye ezt a bizonyos kapitulációs dokumentumot május 9-én hajnalban, és gondolom azért megittak erre egy-két vodkát, már tulajdonképp attól a naptól kezdve megkezdődött a veszteségeknek, nem attól, már háború közepétől, már 42-től módszeresen számolták a veszteségeket, az emberveszteségeket, és végül 27 milliónál maradtak meg. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a Sztálin életében ezeket a rendkívül katasztrofális adatokat nem hozták nyilvánosságra, általában a hadsereg által elszenvedett 8 milliós adatot hangsúlyozták, holott valójában 27 millió itt a civil áldozat, különféle civil áldozatok vannak a háborúban, de a Szovjetunió 27 millió emberét áldozta föl, ennek a 27 millió embernek körülbelül 10%-a volt zsidó, körülbelül ennél több hadifogoly, akiket a nácik egyszerre lemészároltak,
Tehát, és körülbelül 13 millió szovjet civilt pusztítottak el. Itt az éhínség, betegség, lelövés, népirtás, stb. Ugye az Ostplan, náci Ostplan tervei alapján itt a mai napig vizsgálják ezt a genocidium problémát, mert hát nem tárták föl. Világos. Most zajlik még mindig, de most már úgy hívják, hogy a szovjet területen végrehajtott népírtás. Erről egyébként írtál is ugye a magyar hadseregnek a szerepéről. Ebben. A szovjet, igen, ebben a rettenetben. De visszatérve a győzelem napra, győzelem napján, ugye amikor ez a felvétel készült, akkor ez egy, nem csak akkor is, ugye ez egy hatalmas ünnepség volt, ahol a Vöröstéren fölvonul a hadsereg színe, java, megmutatja magát a hadsereg. Így volt az idén is, de mindeközben arról cikkezik Európa és a világ, hogy hát itten tulajdonképpen a Vöröstéren egyfajta kirakatot lehet látni, a valóság ezzel szemben az, hogy ez a hadsereg messze nem olyan mutatós és messze nem olyan erős, mint amilyen valójában. Nézd, ezek olyan kérdések, amelyekre azért nehéz válaszolni, mert nem lehet tudni, hogy mitől számít erősnek, és mitől számít gyengének. Mi alapján határoznánk meg, hogy a hadsereg jól működik, vagy rosszul. Ha én az orosz sajtót olvasom, akkor jól működik. Bocsánatot kérek, meg vagyok fázva. Tehát vagy elhiszem az orosz sajtónak, vagy a nyugati sajtónak hiszem, mert mind a kettő fölvonultat. Én a következőből indulok ki. Melyek az orosz katonai célok, és ezt hogyan hajtják végre? Na. Alkalmas erre az orosz hadsereg, vagy nem alkalmas? Akkor nézzük. Ez a nagy kérdés. Szerinted melyek jelen esetben melyek az orosz katonai célok, és hogy... Visszatérve a népirtásra, most nem a kifejezésre, mondjuk az orosz katonai célokba Bucsa mennyire férhet bele? És akkor először nézzük, hogy mik az orosz katonai célok, te szerinted jelen helyzetben. Én nem gondolom azt, hogy Bucsáról világos képünk lenne. Egyáltalán se egyik, se másik, mondjuk így... propaganda fórumnak nem hiszem el, amit produkálnak a világ számára. Mindenki a saját propaganda ízlésének megfelelően leplezi le a másiknak a videóit. A Bucsa ügy is az ENSZ előtt van. Nem lehet tudni pontosan, mi történt. Az biztos, hogy Oroszországnak nem áll érdekébe, és nem is erősíti a civilek elleni katonai támadásokat, és semmilyen adatot nem tudok. Annyit tudok, hogy a katonai főerők Oroszországban, Kelet-Ukrajnában vannak, és igyekeznek lehetőleg minél kevesebb embert, civil embert megsemmisíteni. Hát ezt onnan lehet tudni, és ez fehéren-feketén. Nagyon lassan haladnak, nagyon óvatosan haladnak az orosz katonai erők. Minden faluért külön harcolnak, ugyanis ha valaki egy kicsit, csak egy nagyon picit ért a katonai információk elsajátításához, akkor látja, hogy az ukrán erők minden faluba be vannak ásva, megszállják a vegyi kombinátokat, ezeket nem lehet megtámadni. Tehát itt olyan katonai teljesítményt kell nyújtani Oroszországnak, amely éppen, hogy a saját orosz populációját Kelet-Ukrajnában megóvja. Tehát nem hiszek abba, hogy itt az oroszok módszeresen nekiesnének a civil lakosságnak. Ez a nyugati propaganda. Azt se hiszem el, mert az a keleti propagandának gondolom, hogy nincsenek, gyakorlatilag alig vannak civil halottak az orosz támadás következtében. Ez nem így van, ugyanis Mariupolban nem lehetett, amikor folyt a harc a városért, akkor ott a város feje fölött folyt a harc, hát ott nem lehetett egyik házat kikerülni, másik házat nem kerülött ki, miközben az ellenség védelmezi az utolsó épületet. Tehát világos, hogy civil halottak vannak, módszeres népirtás egyáltalán nem zajlik egyébként egyik
részről sem, az ukránok részéről, ugye a 13 ezer halottal, amit 2014 és 2022 között a kelet-ukrajnai önálló köztársaságok rakéta támadásai következtében elhunyt embereket az oroszok a népirtás kategóriájába sorolják, és ez egy ENSZ adata, több mint 13 ezer. Erre ezt is meg fogják vizsgálni, és erről is fognak majd valami... De biztos ezt is lehet relativizálni, én csak mondom, hogy ezek az adatok vannak, használják. De bilányos. Ugyanakkor, és ez Putyinnak a május 9-i beszédében benne van, hogy hát lenne szansz a békére. Ugyanis azt a mondatot, ezt kevesen hangsúlyozzák, pedig érdemes hangsúlyozni, hogy Oroszország preventív, először mondja, ezt az első nap kellett volna mondja, hogy Oroszország preventív háborút indított, hivatkozik arra, hogy a kelet-ukrajnai köztársaságok határai és területi épsége nem volt biztosítható, mert az ukrán csapatok amerikai, nyugat-európai fegyveres, katonai kiképző bázisokkal és tanácsadókkal tervezték ezeknek a köztársaságnak a megtámadását, és Oroszország ezt csak meg akarta előzni. Na most, bocsánat, lehet, hogy a propaganda része, de ebben itt van egy mozzanat, hogy hogy lehetne békét csinálni. Tehát itt van egy kis rés, ahol be lehetne menni, ha békét akarnának csinálni a másik oldalról. Nevezetesen az lehetne itt a megoldás, hogy elismerni azt a két követelést, amit Oroszország most már mondjuk meg őszintén egy éve súlykol, és ettől nem fog elmenni. Nincs az a nyugati ellenállás, hogy Oroszország föladja a két tézist, az egyik ugye a kelet-ukrajnai köztársaságok védelme és függetlenségük megőrzése, ettől biztos nem megy el, és írásba foglalva, hogy demilitarizált övezetként Ukrajna és Grúzia nem lesz NATO tag. Ettől nem fog elmenni, és szerintem ez lehetne esetleg egy kiinduló pont ennek a két tézisnek az elfogadása, ha az Egyesült Államok erre utasítást adna Zelenszkijnek, de hát egyelőre az ellenkezőjére ad utasítást. Szeretném tőled kérdezni, hogy mondtad, hogy az ukránok beássák magukat, az üzemeket elfoglalják, illetve oda beszállásolják magukat. Igen. Nem furcsa ez, hogy azt mondjuk, hogy most akkor lehet azt is akár kijelentve, hogy most az ukránok folytatják a nagy honvédő háborút. Ugyanazzal a módszerrel védekeznek, ahogyan a Szovjetunió igyekezett a nagy felocsúdás után védekezni. Na most a második világháborúban. Nem abszurd kérdésem. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert mind a két oldalról van ilyen interpretációs lehetőség, és mind a két oldal él vele. Valójában tényleg zajlik egy polgárháború is. Tehát itt két világszemlélet, két politikai beállítódás és két hagyomány megy egymásnak. Ugye mondjuk így a régi szovjet szemlélet és a dekommunizált ukrán, ez a banderista, neonáci színezettel megalapozott ideológiai alapvetés, egy ruszofób alapvetés megütközik ezzel az instrumentalizált antifasiszta hagyománya. Na most ez egy polgárháborús valaminek, egy polgárháborús fejleménynek az ideológiai leképeződése. És ebből egyik csoport sem akar kimenni, vagy egyik harcoló fél sem akar kimenni, és mind a kettő használja ezt a propagandát olyan őszintén, hogy például Zelenszky megjelent ugye az aténi parlament előtt a két neonáci katonával. Zelenszky megjelent az SS szimbólummal figuráló félmeztelen azovista katonával, tehát ők is használják. Most ezt nem kritika, elemzés szintjén mondom, tárgyszerűen, hogy ez a banderista, neonáci dolog, ez erősíti a nemzeti ruszofób
kohéziót Ukrajnában. Oroszországban pedig a másik hagyomány az, ami ezt a nemzeti kohéziót erősíti, és a lakosságot mozgósítja a háborús ellenállásra, amit ők ugye nem háborúnak neveznek, hanem különleges katonai manővernek, vagy hadműveletnek, most ez mindegy, ugye? De ez ebben benne van egy polgárháborús mozzanat. Hát azért ne felejtsük el, a nagymamának, tudod, van az a videó, ahol egy néni, egy idős néni egy kelet-ukrán faluba vörözzászlóval oda megy az ukrán katonához, aki oda hívja, és ad a néninek egy zacskó élelmiszert, de elveszi a néni kezéből a vörözzászlót, bedobja a sárba, a néni lehajol, felveszi, visszaadja az ukrán katonának az élelmet, hogy az neki nem kell, és visszamegy a házhoz, és ebből a néniből egy nagy plakát keletkezett, ami Moszkvában, és beteríti egész Oroszországot. Na most ez jelez egy ilyen kulturális szakadást a két fél között. Ebben a videóban tulajdonképp minden benne van. És ez meg is osztja tulajdonképp magát, Ukrajnát is. Oroszországot is. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy Oroszországban nincsenek vlaszovisták, és nincsenek fekete százasok. Nincsenek támogatói, igen, nincsenek támogatói. Fekete százasok is, meg vlaszovisták, igen, akik az ukránokat támogatják mondjuk ebben az orosz ellenes háborúban. Nagyon lehetséges. És ez a megosztás, ez nagyon erősen jelen van. Mennyire tudja Derékjó Vlagyimir Vlagyimirovics ezt a szovjet gondolatot fenntartani? Ezt meddig lehet? De 2022-t írunk. Szovjetunió már régen nincs. De egyrészt a hagyomány él, az egész a rendszer legitimációs ideológia ezt az instrumentalizált antifasiszta hagyomány magáénak tartja olyannyira, hogy hát új életet lehel belé az a felismerés, hogy a Szovjetunióban, ami lezajlott a II. Világháború, az egy népirtás volt. Sokat segít a Nyugat Putyinnak, rengeteget segít ebben a dologban, mert elvitatja a Szovjetunió háborús teljesítményét. Tehát még a magyar sajtóban is olyan szörnyű hazugságokat lehet olvasni, például mit a hazugság napjaként emlékeznek meg a győzelem napjáról, azt hiszem a Telexen ilyen szöveg megjelenhetett, ami gyakorlatilag a nácikat mentegető szöveg. Tehát ha azt mondod, hogy a Szovjetunió és a náci Németország gyakorlatilag azonos, nincs jó oldal meg rossz oldal, ebben a pillanatban véged van, mert akkor már holokausztot se tudod a helyén kezelni, mert akkor tök mindegy, melyik oldalon állsz, akkor mindegy, hogy te a holokausztot követted el, az is mindegy, hogy te harcoltál ellene. Na most, amikor nyugaton, így Magyarországon is mindegy, hogy ki, nem érdekes itt a név, mert ez egy tendencia, hiszen ez a város vezetőség elmegy egyébként, ez a teljes, mondjuk így, emlékezett politikai rövid zárlat, vagy nem tudom minek nevezni, amikor a város vezetése tudja eldönteni, hogy most hol áll. A szövetségesek oldalán áll, vagy a nácik oldalán, vagy már sehol sem áll. Tehát teljes felbomlásban van itt tulajdonképp minden, és ennek is köze van a háborúhoz egyébként, hogy az emberek közvetlenül, és a hatalmi elitek, és a hatalmi elitek képviselői, közvetlenül a ennek a háborúnak a propaganda szükségleteihez mérik a történelmet. Ez elég tragikus. Általános iskolában tanultam, nagyon régen volt, orosz órán, most csak egy példát mondok, persze, Zalatoje Kalco, számos kis település, városok. Ezekben a városokban élők, emberek, teljesen mindegy, hol vagy, tehát Oroszországnak ezen része, mi a bánatot tudnak a háborúról, és érzik-e szerinted azt, hogy itt közben Ukrajnában zajlik egy kis piff-puff? Hát most, hát nézd, Oroszország nyugati oldalán egész biztos, mert nem ritkák az átlövések, nem ritkák, hogy felrobban egy-egy olajfinomító, tehát ezt teljesen érzik a szankciók hatását,
Tehát az, hogy Oroszországban ne éreznék a háborút, ez abszolút nem igaz. Hát nincs emberi kontakt, hát nem tudok, az orosz kollégákhoz se lehet hozzáférkőzni, mert úgy szeparálja a Nyugat-Oroszországot, egy olyan blokkádot épített ki a Nyugat, amit Oroszországban minden normális ember abszolút érez. És tulajdonképpen bizonyos szempontból ezt a, hogy is kérdezte tőlem valaki, hogy hát ez a felülről szervezett, megdöbbentően működő ruszofóbia, ami egy kultúrrasszista alapvetés, ami tulajdonképp, hát nem véletlen, van ember, aki arra gondol, mint a 30-as években a zsidó üldözés. Tehát amikor az orosz állampolgárokat megkülönböztetik, amikor kifosztják, kirabolják, a Oroszországnak elveszi a nyugatot, akkor te hiába mondod egy bölcsességet, kérem, hát a történelem már többször megmutatta a kapitalizmus rabló jellegét, hát mi ezek egymástól rabolnak, az egyik meg, a másik elrabolja, a rendszer működik. Na jó, csak ezt akkor el kell tudni magyarázni az egyszerű ember. Á, de jó, hogy mondtad, rendszer működik. Akkor ugye azt mondják, hogy Oroszországban működik a rendszer. Most kicsit megfordítottam persze a szavaidat. De hogy működik a rendszer Oroszországban? Mert közül olyanat is lehet olvasni, hogy hát különböző, finoman fogalmazva, gazdasági csúcsvezetők, Gazprom, Lukoil csúcsvezetők olyan, hát olyan furcsa körülmények, meghalódnak, már bocsánat, elnézést a kifejező, olyan furcsa körülmények között. Most ezen így el lehet beszélgetni, úgyse tudjuk meg, hogy szerelmi bánatába halt meg, vagy azért öngyilkos lett, vagy azért halt meg, mert más politikai vonalon mozgott és likvidálták. Soha nem lehet ezt eldönteni. Lesz, tehát, mert nincs dokumentációja. Akkor, hogyha azt feltételezzük, hogy nem véletlenül haltak meg ezek az emberek, akkor ez jelenteti azt, hogy közben valami átrendeződés zajlik, vagy a rendszer védekezik, így vagy úgy. Nem kell föltétlen megölni embereket. Hát nézd meg, hogy például most zajlik a kormányzóknak a lecserélése, csak mai napi hír, hogy 4 kormányzó helyett kineveztek 4 új kormányzót. Kétségtele, hogy zajlik egy átrendeződés a hatalom felső régióban, a gazdasági vezetőknél, de én ezt nem gondolom feltétlenül szükségszerűnek, hogy ezt... Ha valakit úgy ítélnének meg, és van egy ítélet belül, az a mély államon belül, hogy valaki áruló, és ezért elteszik láb alól, erre volt példa, van példa, lesz példa. Ezért a szovjetuniói történetében is ismerjük, de hogy pont ez a dolog ebbe tartozik-e bele, szerintem ezen el lehet spekulálni, de sok haszonnal nem jár. Egyébként egy ilyen kormányzónak milyen jogosítványai vannak? Azért kérdezem ezt, mert ugye én éveken át, ugye én már helyi ügyekben van nagyon nagy szeretem szerepe. A focit, és ugye éveken át ezen szórakoztam, hogy Jakutföld kormányzóját úgy hívták hosszú időn át, hogy Roman Abramovics, aki a Chelsea-nek a tulajdonosa, az egész maga volt a csoda. Tehát, hogy milyen bánatot csinál. Na most a helyi politikában és a helyi üzleti életben nagyon nagy szerepe van. Ő gyakorlatilag az elnök lettét képviselője, lettét teményese az összorosz érdekeknek a egyes területi vagy kormányzósági területeken. No, de ezek a funkciók olyanok, hogy inkább csak a helyi területi politika befolyásolásában van nagy szerepe. Akkor van összorosz szinten szerepe, ha annak az adott kormányzóságnak a gazdasági, katonai szempontból hirtelenjében valami kiemelkedő szerepe van, vagy a lakosság mozgósítása szempontjából kiemelkedő szerepe van. És a központi hatalom külön érdekelt ott jelen lenni, akkor különösen megnő a szerepe ezeknek a kormányzóknak. És különösen háborús időkben rendkívül nagy szerepe van annak, hogy ezek a kormányzók úgy táncoljanak, ahogy a központi hatalom fütyül. Mert amikor azt mondta a Putyin, hogy ez egy preventív háború, ez egy megelőző háború, egy ukrán csapás, vagy ukrán-amerikai, mert az oroszok is most már egyre tisztában látják azért, hogy ez egy amerikai-orosz háború,
kivéve néhány magyar szakértőt, aki ezt nem látja, vagy nem akarja látni, neki is látni kell. Na most ezzel a szembenállással, tehát ezzel az ukrán szembenállással szemben nagyon fontos az egység. Mert ugye miről szól, ha Oroszország itt vereséget szenved? Én nem tudom, hogy Oroszország akkor ebben a formájában túlél-e. Hogy kell vereséget szenvedni? Vereséget úgy szenved, ha katonailag vereséget szenved, ahogy a Borrell meg néhány ilyen fanatikus őrült az Európai Unióba tényleg komolyan venni, hogy Oroszországot a hadszíntéren kell megverni. Ahhoz az kellene persze, egy kisebb atomháborúra lenne szükség, tehát a NATO katonáknak kellene bevonulni erre a területre, ezt nem fogják remélhetőleg megtenni, mert akkor ez egy, tényleg egy valamilyen atomcsapással lenne azonos. Hát ezt nem lenne szabad hagyni. Na most én nem gondolom, hogy idáig elmennek a dolgok, tehát nehogy az legyen, hogy itt egyáltalán nem. De azt gondolom, hogy Oroszország katonailag azon a területen, ahol most Kelet-Ukrajnában jelen van, ott katonailag nem megverhető. Minden információ erre utal. Lehet, hogy ez nem olyan túlságosan nagy terület, ha az ember Ukrajnára néz, de ez orosz szempontból egy nagyon fontos terület, hiszen hát itt tudja biztosítani a maga katonai, kulturális, politikai jelenlétét egyáltalán a világban. Tehát el ne felejtsük, hogy ez egy presztízs háború is zajlik a Oroszország és a Nyugat között. Tehát erről nagyon sokszor megfeledkezünk, hogy az alapkérdés azért mégiscsak az, hogy a világrendszeren belüli hegemóniát ki milyen mértékben gyakorolja. Ez erről szól. Azért a Nyugat azért harcol az utolsó ukránig itt, mert tényleg ez a cél, hogy tudod, tehát a Bideni propaganda akár mennyire megvan már Biden ütve intellektuálisan, és korlátai egyre inkább megnyilatkoznak, azért ő mindig hangsúlyozza, hogy itten ő Amerika nagyságát akarja a világ számára demonstrálni, hogy az oroszok mit tehetnek, és mit nem Ukrajnába. Mondja ez az a Biden, akinek ország az elmúlt mondjuk így fél évszázadban biztos vagy 20 háborút megengedett magának, és nem volt egy ilyen amerikai állampolgárokat. És hát még a vietnami háború idején is amerikai állampolgárok utazhattak a Szovjetunióba. Nem tiltottak be csak azért koncertet, mert amerikai volt a zeneszerző. Tehát ez a téboly, de ez soha nem volt. És az Egyesült Államok azzal, hogy ezt a kultúrrasszista dolgot felkarolja, ezzel mérhetetlen károkat okoz, mert rasszista ösztönöket indít el. Tehát az a félő, illetve félő, hát nehogy Oroszország úgy válaszoljon, mint 1940-es, 50-es évek fordulója. Értettem. Jó, kibeszéltük, meg elbeszéltük ezt a 30 percet, de hasznos volt. Úgyhogy kíváncsian várjuk a fejleményeket, hogy mi fog történni. És akkor szerintem újból találkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a figyelmet.